Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Jó hírünket viszi a világban, így élénkíti a turizmust és népszerűsíti az egészséges életmódot. A Tour de Hongrie ma városunkban járt. Köszönet és szeretet illeti azokat, akik a mások segítéséről szóló hivatást választották. Ők az ápolók, akiket tegnap ünnepelt a város a Kaposvári Kórházban. Egy 10 állomásból álló vetélkedőt szervezett szerdán a Madarak és Fák napján a Somogyi Erdőgazdaság. Két iskola csaknem 200 diákját látták most vendégül. Jó estét kívánok! Ma délben elrajtolt Kaposvárról a Tour de Hongrie harmadik szakasza. Így most a tavalyi Giro d'Italia után újabb nemzetközi kerékpáros verseny viszi városunk jó hírét szerte a nagyvilágban. A 22 csapat bemutatásával kezdődött ma délelőtt a közönség programa a Csiky Gergely Színháznál. A világ legjobb kerékpáros versenyzői között a kaposvári húsüzem által támogatott Eolo Kométa is ott volt, valamint a magyar nemzeti válogatott versenyzői. A csapat szerintem eddigi éveket tekintve a legjobban dolgozik eddig, mint magyar válogatott a Tour de Hongrien. Az első nap sikerült egy elmenésbe belekerülni, ott elég jól szerepeltem szerencsére, úgyhogy ebből egy mondhatni a sikeres napnak. A tegnapi viszont kicsit bonyolultabb volt az időjárás miatt is, ugye a végén elkezdett esni az eső is, úgyhogy sajnos sokan bukásba is keveredtünk. A világklasszis bringásokra sokan voltak kíváncsiak. Dombóvárra érkeztünk, és szeretjük, folyamatosan nézzük a tévébe is, és most eljöttünk, mert itt vannak a nagy emberek. Kaposvár hónapok óta készült a Tour de Hongrie fogadására. Fél évvel ezelőtt kezdtük az országos szervezőkkel az előkészületet. Kaposváron közel 200 ember dolgozott a háttérben, a piactól, a közlekedési ZRT-ig, a kaposvári város üzemeltetésig. Hálás köszönet vagyok, köszönetemet szeretnék kifejezni mindenkinek a munkájáért. A verseny felvezető köre szalagátvágással indult a kaposvári vasútállomás elől pontban délben. 1935-ben volt az első Tour de Hongrie, azóta 6 befutó, 2 szakasz, amit mögöttünk hagytunk, 160 televízió, sok millió néző, aki nem csupán Kaposvár szépségeit láthatja, hanem szurkolhat mindazoknak, akik ezzel részt vesznek, és szurkolhat a kaposvári csapatnak is, az Eolo Kométának. A mezőny a vasútállomás elől indult, majd a Teleki utcán ért a Kossuth térre, és haladt végig a Fő utcán, a Guba Sándor utcán, aztán a Deseda érintésével a Jutai úton visszakanyarodott a Városliget irányába. A rész hajrá az Eszterházi hídnál volt, ahonnan a Pécsi utcán áttekertek a bringások a Baranyai megyeszékhelyre. Az egészségügyi dolgozókat köszöntötték tegnap az ápolók napján a Kaposvári Kórházban. A város nevében Szita Károly polgármester mondott köszönetet az áldozatos munkáért, és adta át a Somogyi Vármegyeszékhely emlékzászlaját az intézménynek. A Kaposvári Kórház főigazgatója és ápolási igazgatója csütörtökön vehette át a város emlékzászlaját. Az ápolók napi ünnepségen az egészségügyi szakdolgozóknak, a Somogyi Vármegyeszékhely lakóinak nevében Szita Károly polgármester mondott köszönetet. Önök azok, akik a tudásukon mellett, tudásukon túlmenően a lelket is adják, mert a világ szegényebb lenne. Annál szegényebb lenne akkor, hogyha nem lennének olyanok, akik mások segítésére szegődtek, mások segítéséről szóló hivatást választottak. Ezért köszönet, megtiszteltetés, büszkeség és szeretet. Ez az a 4 gondolat, amelyik megfogalmazódik bennem, amit önök iránt érzek. A térség országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy amíg a földön emberek élnek, addig szükség lesz az ápolók áldozatos munkájára. Egyszerűen elképzelhetetlen egy egészségügyi ellátórendszer az önök munkája nélkül. Ez az intézmény önöktől, önök miatt és önöknek köszönhetően gyógyító intézmény. A modernizáció világában, az ipari forradalommal, most a robotikával annyi, de annyi munkát ki lehet már váltani robottechnológiával. Az önök munkája soha nem lesz olyan, amit ki lehet váltani. A Kaposi Mór Oktató Kórházban nagyjából 1100 ápoló dolgozik. Ők a tavalyi évben összesen csak nem 1 millió fekvő, illetve járó beteggel találkoztak. Mindennapjainkban ott állnak a betegágyak mellett,
a műtőkben, a rendelők ajtajában, ott vannak velünk az életünk kezdetén és végén. Képesek embertársaikért minden egyebet kizárni, hiszen a céljuk a beteg ember egészségének a visszaadása. Az ápolás az több, mint hivatás. Benne rejlik a szakmaiság mellett az önzetlenség és az együttérzés képessége. Az ápolási igazgató szerint a kórház összetartó közösségének köszönhető az, hogy eddig minden nehézségen túl tudtak lendülni. Nagy örömmel jelentjük, hogy a világjárvány lezárult, WHO is azt mondta, hogy vége, ezt is együtt csináltuk végig, és együtt fogjuk végigcsinálni azt, ami előttünk áll. Nyilván nagyon sok mindennel kell majd megküzdenünk. Humán erőforrás krízist kell kezelnünk, aztán mindenféle high-tech dolgokat kell majd bevezetnünk, és mindenféle olyan kihívással kell szembesülnünk, ami nagyon nagy innovatív energiákat fog kívánni az itt kollégánktól. Ezt szeretném megköszönni, amit eddig is teljesítettek, és ezután is számítok majd a segítségükre. Az ápolók napján az intézmény több munkatársa is elismerést vehetett át. A díjazottak teljes névsorát megtalálják internetes oldalunkon, a kapos.hu címen. A kormány ismét meghosszabbítja a kamatstoppot, amelynek hatálya június 30-ával járna le, és addig tartja fenn az intézkedést, ameddig a jegybanki alapkamat 10% alá nem csökken. Ezt tegnap jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, az intézkedés több mint 300 ezer családot, valamint 60 ezer kis, illetve közepes vállalkozást érint, és nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a KKV szektor is meg tudta őrizni stabilitását és foglalkoztatotti állományát. Ez a rendkívül magas piaci kamatszint jelenleg még nem teszi lehetővé a kamatstopok kivezetését, ugyanis ez olyan mértékű törlesztő teher növekedést eredményezne, ami mind az érintett családoknak, mind a kis és közepes vállalkozásoknak komoly, sok esetben teljesíthetetlen nehézségeket eredményezne. A családok esetében például a kamatstop kivezetésével az éven belül átárazódó hitelek esetén átlagosan 60%-kal, a legfeljebb 5 éves kamatperiódusokban fixált jelzálog hitel esetén pedig mintegy negyedével 24%-kal emelkedne átlagosan a törlesztő részlet. Majdnem 3 évtizedes hagyomány már Kaposváron, hogy tavasszal egy kétnapos konferenciára hívják a hivatásrendek vezetőit. Az érdeklődők ma a többi közt az Alkotmánybíróság és a Kúria szerepéről, valamint az ügyvédek előtt álló kihívásokról hallhattak előadást. A fórum résztvevőit Szita Károly polgármester is köszöntötte, aki arról is beszélt, hogy a Somogyi vármegye székhely éppen 150 évvel ezelőtt lett rendezett tanácsú város. Hálás köszönet minden jogásznak, minden jogtudósnak, minden jogszolgának, aki akár bíróságon, ügyvéd, ügyészségen, akár másút dolgozott ezért a 150 évért. A jövő héten szállítja el a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A zöld hulladékot. A szolgáltató mindenkitől azt kéri, hogy csak a korábban megjelölt szállítási napot megelőző délután 17 órától, legkésőbb az adott napon reggel 5 óráig a forgalmat nem akadályozó módon helyezze ki a zsákokba rakott nyesedéket, illetve az összekötözött gallyakat. Aki nem így tesz, az engedély nélküli közterület használatot követel, ami adott esetben szabálysértési eljárást vonhat maga után. 180 km és több mint 2000 méternyi szintkülönbség. Ez várt ma a Tour de Hongrie versenyzőire. A harmadik szakasz Kaposvár és Pécs között rengeteg izgalmat tartogatott. A Petőfi emlékévhez kapcsolódó kérdések is szerepeltek abban a feladatsorban, amit a hallássérült diákok tanulmányi versenyén kaptak készhez a résztvevők. A 39. alkalommal megrendezett országos tudáspróbának ezúttal is a kaposvári Durácki József Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény adott otthont. A Mary Poppins című musical egyik betét dalával teremtettek jó hangulatot a durackis gyerekek csütörtökön, a hallássérült tanulók Borbé Sándor országos tanulmányi versenyének megnyitóján. A résztvevőket a város nevében Dér Tamás alpolgármester köszöntötte. Kaposvár 138 éve támogatja a siketeket, nagyothallókat. Igaz, hogy az elején meg magánintézményként,
későbbiekben pedig állami és önkormányzati fenntartási intézményként támogatta. Városunknak nagyon fontos, csak minden közösség. Ezt a nagymúltú országos tudáspróbát 5. éve rendezik meg Kaposváron. Ez egy nagyon érdekes verseny lesz, mert ez lesz az első komplex verseny. Korábban valóban tantárgyi versenyek voltak, és tavaly a kollégákkal együtt azt találtuk ki, vagy arra az elhatározásra jutottunk, hogy komplex versenyt fogunk indítani, ami azt jelenti, hogy a Petőfi évhez kapcsolódóan fűztük fel a feladatokat, valamennyi tantárgyat beépítettek a feladatkészítő kollégák a feladatsorba. Az ország fejlesztő intézményeiből 40 tanuló érkezett a vetélkedőre. Nagyon tanultam, nagyon sokat, és köszönöm a tanáraimnak is, hogy felkészítettek erre a versenyre, és örülök, hogy jöhetek erre a versenyre a csapattagjaimmal. A megmérettetésnek otthont adó több mint 100 éves kaposvári intézményben ugyanakkor nem csak feladatok, hanem szabadidős programok is vártak a résztvevőkre. Kaposvári kisiskolásokat hívott szerdán egy szemléletformáló és ismeretterjesztő kirándulásra a Somogyi Erdőgazdaság. A Madarak és Fák napján a gyerekek egy ügyességi versennyel egybekötött színes programon vehettek most részt. Egy látványos rendőrkutya bemutatóval vette kezdetét a Somogyi Erdőgazdaság szerdai rendezvénye. Két kaposvári általános iskolából mintegy 200 első és második osztályos kisgyermek látogatott ki a Gyertyánosi parkerdőbe, hogy együtt ünnepeljék a Madarak és Fák napját. Azt már a legkisebbek is tudták, miért fontosak a növények. Nagyon hasznosak, mert azok adják a levegőt. A legtöbb kisgyermek kérdésünkre elmondta, nagyon szeret a családjával kirándulni, és van, aki közben még a madárhangokra is odafigyel. Melyik a kedvenc madarad? A cinege. Mert nagyon cuki. A kaposvári iskolák nagy hangsúlyt fektetnek a környezeti nevelésre, például rendszeresen virágokat ültetnek és madáretetőket helyeznek ki, erre a kirándulásra pedig külön is készültek. A rendezvény előtt egy héttel így beszélgettünk arról, hogy miért is fontosak a növények, a fák, a madarak, hogyan kell őket, hogyan kell vigyázni rájuk. Megbeszéltük, videókat néztünk róla, illetve az év madaráról is, a barkos cinegéről is néztünk videót, beszéltünk róla, és meghallgattuk, hogy milyen szép a természetes hangja. A gyerekek 10 állomás játékos feladványaival tehették próbára magukat. Volt, ahol szelektíven kellett néhány szemetet szétválogatni, másutt a madarak élőhelyeinek beazonosítása jelentett értékes pontokat, de akadt olyan feladat is, ahol a leleményességükre volt szükség. Elmennek túrázni, hogy mit vinnének magukkal, és hogy ebből a 20 dologból 10 jót kell kiválasztani. Túrázás alkalmával hasznukra válhat. A rendezvény szervezőinek az volt a célja, hogy elmélyítse a fiatalok természetvédelem iránti elkötelezettségét. Szerintem a napjainkra sokkal nagyobb hangsúlyt kell erre fektetnünk, hiszen a természet és környezetvédelem a korai életkorban elkezdődött edukáció, az erre való érzékenyítés már gyerekkorban nagyon fontos, hogy megmutassuk a gyerekeknek, hogy a gyakorlatilag az ő jövőjük az ő kezükben van, és hogy figyelmet kell a bennünket körülvevő környezetre fordítani. A Madarak és Fák napi hagyomány immáron több mint 100 éves, és Csernel István ornitológus nevéhez fűződik. Ezzel pedig Magyarországon az egyik legrégebbi, úgynevezett jeles napról van szó. A Közlekedési Kultúra napján tegnap több helyszínen is színes programokkal várták a fiatal érdeklődőket a somogyi egyenruhások. Kaposváron az Eötvös Loránd Műszaki Technikumban játékos ügyességi feladatokat, bemutatókat és teszteket szerveztek a diákoknak, akik kipróbálhatták a biztonsági övszimulátort is. A balatonszárszói százszor szép óvodában és mini bölcsödében pedig a gyerekek életkorának megfelelő foglalkozásokat állítottak össze a baleset megelőzési szakemberek. Majd a kicsi kitűzőket és színezőket, a csoportok pedig egy-egy könyvet is kaptak ajándékba.
A kaposvári járási ügyészség súlyos testi sértés és garázdaság miatt emelt vádat azzal a két férfival szemben, akik összeverekedtek egy műfűves focipályán, legrosszabbul mégis egyikük élettársa járt. A nő ugyanis megpróbálta szétválasztani őket, ám a fiatalabb vádlott két alkalommal is megütötte a nőt, akinek eltörött az orra. A férfiakat végül a helyszínre érkező járőrök állították elő. Az eseményeket egy térfigyelő kamera rögzítette. Végezetül sport, az egyik legnehezebb szakasz várt ma a Tour de Hongrie versenyzőire. A Kaposvárról elrajtolt csapatoknak 180 kilométert kellett megtenniük 2511 méteres szintkülönbséggel. A meccsekben ráadásul három kört is teljesítenie kellett a világsztároknak. Ma délben rendőri felvezetéssel indult el a Tour de Hongrie harmadik szakaszának mezőnye Kaposvárról a vasútállomás elől. Az Eszterházi hídon és a Kossuth téren is nagy tömeg várta a versenyzőket, akik egy kört tettek a városban. Reményekkel válok neki, egy jó szakasz lesz, persze nagyon nehéz, de nem a nem sprintfutó lesz, az biztos. Az Eolo Kometa versenyzője is azt mondta, tetszik neki ez a verseny. Nagyszerű rész jön, imádom Magyarországot, igaz először vagyok itt, tetszik az idő is. Az utca és a verseny is nagyon klassz, az emberek nagyon kedvesen fogadnak, és minden szuper, nyilatkozta Andrea Pietro Bon. Bernard Gomez több sérülést is szerzett tegnap, de folytatja a munkát. Tegnap volt egy kisebb balesetem, a Balatonnál sprinteltünk, és volt egy kisebb esés, de ma már minden rendben van, mesélte stábunknak a kolumbiai világklasszis, aki 2019-ben megnyerte a Tour de France-t. Az eddigi két szakasz világsztárok győzelmével zárult. Fábio Jakobsen győzelmével zárult, aki egyébként az Európa-bajnoki mezt is viseli éppen aktuálisan, és tavaly is nyert egy szakaszt nálunk, meg a Tour de France-on is nyert szakaszt, és remélem fog is a következő években. Az egyik legnagyobb sztárja a versenyünknek. Ugyanúgy, ahogy Dylan Groenewegen is, aki az első szakaszt nyerte még Szentgotthárdon, hát úgy néz ki most a mezőnyünk, hogy azok nyernek, akiknek valóban számítunk rájuk, de van még néhány versenyző, aki neki nem osztottak lapot. Meglátjuk Pécsen, mi történik a befutón. A pénteki nap ugyanakkor átrajzolhatja a versenyt, hiszen a meccsekben több komoly emelkedő is várta a kerékpárosokat. Szombaton Martonvásárról startol el a mezőny. Múlt vasárnap még a Pécs elleni helyosztón szállt medencébe a kaposvári vízilabdaklub erőssége Pellei Frank, csütörtökön pedig már a magyar strand vízilabda válogatott tagjaként indult Egyiptomba. A keret első megmérettetése egy selejtező torna lesz, ahol dobogon kellene végezniük ahhoz, hogy részt vehessenek az augusztusi indonéziai világjátékokon. A strandvízi labdát a nagymedencés változathoz képest merőben más szabályok szerint játsszák. Például egy kapus és három mezőnyjátékos van a vízben, a meccs pedig 4-5 perces negyedből áll. Érdekesség, hogyha fél időben az egyik csapat 10 góllal vagy ennél nagyobb különbséggel vezet, akkor a mérkőzésnek vége. Főbb híreink még egyszer röviden. Jó hírünket viszi a világban, így élénkíti a turizmust és népszerűsíti az egészséges életmódot. A Tour de Hongrie ma városunkban járt. Köszönet és szeretet illeti azokat, akik a mások segítéséről szóló hivatást választották. Ők az ápolók, akiket tegnap ünnepelt a város a kaposvári kórházban. Egy 10 állomásból álló vetélkedőt szervezett szerdán a Madarak és Fák napján a Somogyi Erdőgazdaság. Két iskola, csaknem 200 diákját látták most vendégül. Kamerafelvételek alapján keresnek egy bolti tolvajt a kaposvári rendőrök. Ennek részleteit is láthatják internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30 a Bagoly című kis filmet vetítjük, 8:30 pedig jön a Ludovika TV, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem műsora. Köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra! A kapos.hu után már is jön az időjárás jelentés. Térségünk időjárását továbbra is egy mediterrán ciklon alakítja, így holnap is gyakran lesz erősen felhős az ég, rövid napos időszakok azonban már előfordulhatnak. Szórványosan várható záporzivatar, a hajnali órákra 8-10 fokig hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 17-19 fok körül alakulnak. Vasárnap borult időnk lesz, többfelé esővel, záporral.
kora reggel 10-12 fokot, délután 15-17 fokot mérhetünk. Aztán a jövő hét nagy részében is folytatódik ez a változékony csapadékos idő. A hőmérséklet azonban kissé tovább emelkedik majd. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft. A Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.